annyi minden van, ami az embert ideköti e, gyárhoz gyához. Tehát, ha te például azt mondod, hogy lidinéni, akkor én azt mondom, hogy aninéni. néni. Ugye ezek igen, voltak a mi Ha te azt mondod, hogy Rákóczi iskola, akkor én azt mondom, hogy Sojmári Béla. Igen. Ha azt mondod, hogy Kaszás Gödör, akkor nem tudom, Sóderos, vagy, igen. vagy a Kanális, vagy e, volt itt nekünk még homokbányánk, ami helyén ma egyébként egy csodálatos parképülés hamarosan átadjátok. Tehát, e, a, 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 azt mondod, hogy gyári mozi és a recsegős székek, akkor én azt mondom, hogy a nagypapám volt ott a büfés. Így van. Azt mondod, régi gyári futballpálya, ahol ma piactér van, ahol időnként a vasárnap délutáni meccsen emberek keresztbe gyalogoltak, mert ott volt Addig a meccs. Jó napot kívánok, mindenkit köszöntök a mai beszélgető partnerem Páncél Károly, akivel 89-ben együtt húztunk bakancsot, hogy így mondjam, történelem, szakos tanár. Sokszor voltunk együtt pár napra gyár határán kívül, és engem mindig megfogott az, hogy minden este olvasott történelemről szóló könyvet. Karcsi, honnan van ez a szeretet? nagy szeretettel köszöntelek én is, és köszöntem, köszönöm ezt a meghívást erre a beszélgetésre. Régen találkoztunk már. Mindig is nagyon szerettem olvasni, ugye most volt nem olyan rég karácsony, tehát számomra a legjobb karácsonyi ajándék az volt, ha könyvet kaphattam édesanyámtól, és mindig le is adtam a rendelést, hogy akkor a Nagy Indián könyvtől kezdve miket szerezzem be, és amikor főiskolára jártam tanárképzőre, akkor különösen történelemszakon rengeteget kellett olvasni, tehát a, a magyar szakosok meg a törtémszakosoknak kellett a legtöbbet olvasni, és így aztán mondjuk a történelmi regények iránt is fogékony vagyok ezek a kedvenc olvasmányaim. Ha azt mondod, hogy igen, régen sokszor voltunk együtt, és akkor igen, valahogy az estéhez hozzá tartozik, hogy még az ember elalvás előtt egy kicsit olvasgat, vannak horgászbarátaim, akiket ezzel nagyon tudok idegesíteni, mert ők sportemberek, és a lehető legtöbbet szeretnének egy nap kifogni, majd aztán megpuszíják és visszaengedik. Én a negyedik, ötödik darab után ezt megunom, és akkor csak úgy fél, előveszek egy könyvet és olvasok. Ezzel a halálba tudom őket kergetni, de hát elfogadják, hogy, hogy, hogy én ilyen vagyok, ezt szeretem a a könyveket és az olvasást. Igen, Karcsiról tudni kell azt is, hogy 1998 óta országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságnak az elnöke, hát az egyik legrégebbi országgyűlési képviselő vagy, egyébként ez nem látszik rajtad, mert gondolom azért az ottani munka, meg a telepen való munka megvisel az embert. Hogy építetted fel magad, hogy viszonyulsz ehhez a dologhoz? A, Hát köszönöm szépen. Én magam úgy érzem, hogy azért ebbe beleöregszik az ember. Gyimesi Istvánnal szemben nekem rengeteg az ősz hajszálam is, amit Igen. én gyűjtöttem be itt a, az utóbbi években. Valóban láttam a beszélgetésedet a nyugalmazott polgármester úrra, és valóban ő egy genetikai különlegesség ezzel a, a pajaszál lévő kettő darab őszhajszállal, szerintem az van neki festve, és valóban a többi eredeti. Azért egy fárasztó és hosszú időszak ez, mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy gyönyörű életút már az is, ami mögöttem van. Ez a hetedik országgyűlési képviselői ciklus 98 óta, és tulajdonképpen egy fájó vereséggel az 2006-ban volt, azért sikerült mindig egyéni mandátumot is szerezni. Közben átrajzolódott mindig a választókerület is, hiszen volt ez Ráczkeve központú, amihez tartozott jár, majd miután ugye döntöttünk a parlamentben, hogy kicsi ország, kisebb országgyűlés, nagyobb választókerületek, így ez Pest megye is át lett rajzolva, most Dabas központú választókerületnek vagyok a képviselője, amihez éppen gyár már 14-től, 2014-től nem tartozik hozzá, de hát azért gyár az örök szerelem, itt él, itt lakik az ember, azért figyelem az itt élő folyamatokat, a te munkádat is, és eleve ez az egész politikai pályafutás, jó, hogy mi beszélgetünk erről, mert ez tulajdonképpen köszönhető neked. De te voltál az, aki ott, ugye mi régóta ismerjük hát egymást. együtt nőttük föl. Van az a régi Szilágyi György féle kicsit humor, kicsit komoly dologja, ugye a rádió kabaré főszerkesztője volt, és te hanyas vagy, 1928-as, akkor mi félszavakból is megértjük egymást. ami olyan, mondjuk azt, hogy 1960-asok vagyunk, tehát mi félszavakból is megértjük egymást, és... 89 ott a rendszerváltás, és már uh, gyálon alakult az MDF, létrejött az SDS, Budapestről kijöttek ide akár fideszes fiatalok is, és uh, akkor már uh, ugye sejthető volt az, hogy hogy 90-ben or, uh, országgyűlési választások lesznek, szabad országgyűlési választás, önkormányzati választás, azt se tudtuk, hogy milyen lesz a szabad önkormányzati világ, amikor te ott 90 tavaszán, 89 telén jöttél ezzel a gondolattal, hogy mi megalakítsuk meg a Fideszt. Mert mi hétfő esténként mindig együtt futballoztunk, és ott jött ez a remek ötlet. Nagyon azt se tudtuk, hogy ezt eszik-e vagy iszák a Fidesz, de hát fiatalok, akkor nekünk ide kell tartozni. Meggyőződésem, hogy jól döntöttünk. Meg, meg, jó, hogy rábeszéltél minket, is 90. május 1-én a régi tanácsháza klub helységében, pince helyiségében megalakítottuk a Fideszt, és tulajdonképpen a közéleti pályafutásom ott kezdődött el, meg, meg neked is, hiszen önkormányzat, te voltál megyei képviselő, aztán lettél polgármester, én meg tulajdonképpen 98-ban véletlenül lettem országgyűlési képviselő, tulajdonképpen szinte túlnyertük magunkat. Gyimesi István akkor vállalkozók pártja színeiben nyerte ezt a vállalkozó vállalkozók pártja és Fidesz, Fidesz. Yeah. színeiben lett országgyűlési képviselő én pedig a megyei listáról kerültem be az országgyűlésbe majd egy bő három év múlva István úgy döntött, hogy ő inkább gyálunk kíván dolgozni és akkor született a Fideszben az a döntést, hogy akkor Páncel Károly induljon ebben a körzetben egyéniként 2002-től szép évek voltak benn, kormánypárton, ellenzékben, aztán most húzamosabb ideje megint a kormány oldalom. 16 évig voltam, mint, mint, volt tanár, pedagógus az Oktatási és Tudományos Bizottságnak a, a tagja, kiváló emberekkel, Pokorni Zoltánnal, Hoffman Rózsával, Lezsák Sándorral ülhetett az ember egy bizottságba, amikor én még tanultam ezt, a, ezt az egész politikát, közéletet, oktatáspolitikát. Szép időszak volt, de meg kell mondjam, bármi jót kitalálsz, soha nem lesz mindenkinek a megelégedésére. Az egészségügyi és oktatás világa az, az ilyen, és 14-től jött ez a nagyon-nagyon szép, nem is nevezné munkák szolgálatnak, a Nemzeti Összetartozás Bizottságát vezethetem azóta. Ez ugye a nemzetpolitikával foglalkozik, a nemzet határokon feletti egyesítésével, meg azzal a szép fontos céljal, hogy a nemzetnek meg kell maradni. Tehát, hogy minden államnak az a legfontosabb feladata, hogy a nemzet megmaradjon. Arról még mi nem tehetünk, hogy a nemzet túlnyúlik a határokon, sőt, távoli diaszpórája is van. Ugye ez az egyik legszebb ö, szolgálat, amit most, most betölthetek. Úgyhogy szép, szép munka. Én ennek örülök, hogy erről így beszéltem, már miközben beszéltél, figyeltem a szemedet, és csillogott a szemed. Úgyhogy én szerintem, ha az ember így tud erről beszélni, akkor ő benne van egy lelki nyugalom, egy lelki béke, és azért mi dolgoztunk együtt is a hivatalban, hárman, Gyimesi úr, teljes én magam, és hát bizony-bizony, amikor ezek a kampányidőszakok előjönnek, akkor azért ez a tekintet nem annyira csillogó, hanem inkább fáradt mert azért ott nagyon sok kilométereket kell menni ahhoz, hogy találkozzál a, a polgárokkal, akik megszavaznak. De egy kicsit térjünk rá a politikai életről, a magánéletre. Sokszor találkoztunk, és az én unokám most már három és fél éves, és mindig kérdezted, hogy hogy van Zoé, mindig érdeklődtem, amikor beszélgettünk, mert neked nem volt unokád, de én annak idején mindenkinek azt mondtam, hogy mindenki be van csapva ezzel a kérdéssel, hogy a gólya hozza a gyereket. Mikor az én gyermekem december 6-ára volt a fiam, kérve, és mondtam, hogy hát a Mikulás hozza a gyereket, nem a gólya. Nektek majdnem a Jézuska hozta, ha jól emlékszem, az unokádat. Hát hogy vagy vele? Mik, mik, mik az első tapasztalatok? Köszönöm szépen, hogy felhoztad. Egyrészt ugye a család egy rendkívül fontos dolog, tehát emlékszem még arra a mi fiatalkorunkra, amikor a gyerekeinket együtt neveltük, Zsoltit, Zsófit és a, a, a mi Juditkánkat, és sok kirándulásunk volt közösen, és aztán eljön az az életkor, amikor már az unokát várjuk, és olyan jó volt egyébként látni Zsófi lányodat a Szent István utcán szinte naponta ment a játszótérre, mert a kislány oda szeretett járni a Szent István utcai régi KTS-nél lévő játszótérre. És hát karácsonykor láttuk ismét több időn keresztül az unokánkat, de igazából szeptember közepén született, úgyhogy most már ugye bő három hónapos, nincsenek közel, de túl távol sem. A lányom csenyelv és, és irodalomszakos szakos bölcsészként végzett, és utána ő Prágába ment el dolgozni, ott ismerkedett meg a, a férjével, magyar gyerekről van szó, Huszár Péternek hívják a, a vejünket, lévai felvidéki magyar fiú, aki Prágában tanult egyetem, és ott, ott ragadt. Épp egyébként december től az Károly Egyetemnek egy friss docense. Viccesen szoktam mondani, hogy sok közös témánk nincs, mert légkörfizikus, én meg egy ilyen humán, humán ember vagyok, de azért megkérdezzük tőle mindig, milyen lesz az időjárás, pont ugyanúgy nem tudja, mint az időjárás jelentők a, a TV műsorokban. Úgyhogy ott ismerkedtek meg, ott élnek, ott dolgoznak mind a ketten, és hát szeptemberben megszületett a bíborka az unokánk, feleségem Judith rendkívül boldog, naponta végignézi az összes videót, ami szeptember 16-a óta készült. Igyekszünk, amikor csak tudunk kimenni, azért ez csak 570 kilométer, nincs közel, de örülhetünk, hogy nem Londonban laknak, vagy Sydney-ben, azért ez ez elérhető, amikor időnk van, megyünk, és most voltunk innen egy kicsit hosszabb időt, a karácsonyt ott töltöttük náluk, és hát növekszik aranyos, es, es, eszik, sír, hasonlít. Működik. Ez a lényeg, igen. Hát az ilyen kisgyereknek az a lényege, hogy hasonlítson. Ez nagyon fontos, hogy mindenki meglássa benne a hasonlóságot. Egy huszáros vágással, hogy így mondjam, térjünk át a sportra. Te nagyon szereted a sportot, és hát mi nagyon sokat, hogy említettél, és fociztunk együtt, és mit szólsz a, a magyar válogatotthoz? Én azt gondolom, illetve hát nem én gondolom, mert te vagy, ha kinek erről beszélni kellene, hallgatlak. Tehát, hogy mi a véleményed róla? Hát ugye a, a, magyarok körében a, a futball, az is a, szinte a minden, és Évtizedeken át úgy éltünk, hogy csak beszéltünk a mennyei futballról, hogy vajon amit hallottunk, mi sose láttuk, csak esetleg régi filmfelvétel, hogy az csapat. És aztán utána jöttek a többiek, a tihi az Albert korszak, amikor még, még voltak eredmények, és úgy tudtunk örülni egy-egy apró sikernek, mint amikor még a videóton eljutott kupadöntőig, vagy a, a Fradi játszott kupadöntőt a Kievvel. De most egyébként aki futball szerető, az, az mondjuk a válogatottnak, és a Ferencvárosnak is nagyon tud örülni, hát ember emlékezet óta nem volt ilyen, hogy tavaszi kupasorozatban még ott van magyar e, csapat, és hát amit a válogatott produkált, most már elmondhatjuk azt a jelmondatot, hogy nekünk a 4-0 6-3, tehát a, a 6-3-ér voltak oda emberek és az évszázad mérkőzése, és az valóban az, de a magyar futball történetben az, hogy az angolokat oda-vissza verjük, és a Wembley-ben 4-0-ra és a németeket tudtuk verni, ez egy, ez egy hatalmas siker, és Végre látszik beérni az a, az a munka. Ugye hallottuk éveken át a stadionozást, a futballakadémiák leszólását, most annyi tehetséges fiatal van ott, akik ö, ö, tényleg föl tudják venni a versenyt ö, a, a, az igazi nagyokkal, a legnagyobb csapatokkal, is, ez egy öröm. De egyébként minden más. Sportot nagyon szeretek nézni, figyelni, követem. Már most készülök augusztusban, ugye Atlétika világbajnokság lesz Budapesten, hatalmas dolog megpróbálok majd kijutni egy-két napra, mert ez is egy nagyon látványos, televízióban is mindig figyelem az atlétika versenyeket, és kézilabda világbajnokság lesz most, Svédországba mennek a, a fiúk, és a hagyományos magyar sikereket, legyen az úszás, kajakkenu, ezeket mind figyelem. Volt egy idő, amikor mi ketten egy helyen voltunk igazolt sportolók, talán neked nem lett a nagy szerelmed a kézilabda akkor, mint aki ezt üzte de e, gyálon valamikor ugye volt egy kézilabda csapat, ami megye első osztályú szinten játszott, teljesen más körülmények között, mint ma, ahol bemegy az ember egy gyönyörű sportcsarnokba, és e, első osztályú körülmények között e, olyan sportfelületen, olyan öltözőkkel tud sportolni, készülni, mint ma. Más körülmények voltak. Szabadban történt a kézilap, de ezen a szinten. Salakon, Salakon betonon, Aszlalt. aszfalton, mikor, hova ment az ember. Itt, a, a, ahol ma a sportcsarnok van, ott egy salakpálya volt, aztán később már annak is örültünk, mikor aszfaltborítás kapott, és ez bizony tavasszal, ősszel, vagy melegbe, kánikulába, rossz időbe esőben azon folyt a játék, és kiváló barátokra tehettünk ott szert csupa nagy öreggel, aki közül nagyon sokan már elmentek közülünk, de, de a csapat akkori edzője, kiváló irányítója, az még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend, Fegyó a tanárúr, festőművész, gyálon dolgozott évtizedeket most ráckevén élő, ő volt ami mi, edzőnk, tehát ez egy közös időszak ott az életünkben. Ott voltam én egyedül igazából igazolt sportoló, bő, bő tíz esztendőt, aztán utána házasság, családalapítás, építkezés, meg a csapat is úgy, úgy megszűnt, ezzel vége lett, de a, a foci az így baráti társaságokban megmaradt, és hál' Istennek egyébként a parlamentben is van sportegyesület, vagy az országgyűlésben. Van ott egy-két érdekes dolog, tehát a politikán túl létezik egy énekkar, szenátorok, az elnevezése, és létezik parlamenti sportegyesület, ahol a. Fő... Ez meg like a bal. <laughs> Vagy jobb? Inkább jobb. Inkább jobb. Zömében kormánypárti képviselők járnak egyébként. Hát öregszünk mi is ott, de létezik sportegyesület, és időnként meghívásoknak teszünk. Egy szerte az országban, legyen az egy falunap, vagy egy jótékonysági rendezvény. El kell mondanom azt, hogy járok, de már ott tartok, mint régi csapattársam a Parlamenti Sportegyesületből, Fenyvesi Máté hogy a Fradiban egy nagy bajnok, VVK, győztes állatorvos, később országgyűlési képviselő volt. Máté bácsi 70 valahány évesen is lejárt, még ugyanazokat a visszahúzós cseleket meg tudta csinálni, és ő mondta azt, hogy ebben most már a legjobb tudjátok, a társaság, a zuhany, meg egy sör. Tehát most már én is eljutottam ide, hogy a társaság, társaság a legfontosabb, de azért még úgy szoktunk fölállni legalább a kezdőben, hogy Kövér László, az örökös bal hátvéd, én a jobb hátvéd, aztán utána néha jöhetnek fiatalabb, felfutó <laughs> típusú védőjátékosok. Igen, a, erre a kézilabdára visszatérve emlékszem rá, amikor Csehországban mentünk kézilabdázni, akkor én lehettem úgy összesen olyan 68-70 kiló, fölálltunk sorba, én voltam a legkisebb. És Vadics én... Feri. Ja, hát igen, Vadics Hát az kiváló szélső volt a Badics azt nem szabad elfelejteni róla. És hát a tőlem még soványabb volt a felé, egy volt, így. de ő nem volt úgy beöltözve, mint én, mert én emlékszem, hogy rajtam két tédvédő, tiéd, két könyökvédő, mindösszesen két percet játszottam, mert egy ilyen hústorony, vagy nem tudom én, két méter fölötti embert kellett volna nekem fogni, és emlékszem rá, hogy le is alázott engem egyből, fölugrott, lőtt, és hát ugye a kézilabda se a kisasszonyok sportja, ahogy elengedte a labdát, ő körbeszorított kézzel úgy, abban, a jó órba vágott, és akkor mondtam, hogy én kérek cserét, nekem a háromnapos kézi tornában ez a két perc bőven elég volt, és jól is éreztem magam utána, mert akkor már a társaság nekem bőven elég volt. Hát igen, ezt én is átérzem, én, is járok még mindig focizni, és reggelente olyan vagyok, mint a robot zsoru, míg az olajok elindulnak, ilyen le vagyok merevedve, és hát kell ez az embernek, kell a felfrissülés, kell a társaság, kell a mozgás. Rövidesen a végére érünk ennek a beszélgetésnek. Van-e valamilyen meghatározó élményed a, a hát mondhatni, hogy, hogy ti is vagytok, ugye az elmúlt, nem mondom hány évetből, mert hát nem kell ezt most itt firtatni, hogy van-e valami meghatározó élményed, amire azt mondod, hogy igen, hát ezért az megmelengeti a szívemet, amikor ideérek, meglátom a táblát, jó itt élni, szeretek itt élni, vannak ötleteim is, és még egy nagyon dolgot szeretnék elmondani, egy fontos dolgot, mielőtt addig gondolkozol, hogy meg biztos számtalan ilyen van, de csak egyet mondhatsz, hogy, hogy egy Imesi Istvánnal beszélgettünk, és már többször elmondtam, hogy neki azt köszönhetjük, hogy város lettünk. Ez nagyon fontos lépés volt. Ez egy, ez egy nagyon fontos lépés volt a város a település életében, hiszen ez egy rang, rang. Másképp beszéltek, másképp viszonyultak hozzánk, és talán még itt soha nem is beszéltünk erről, vagy én soha nem is mondtam erről. Az, hogy mi járásközpont lettünk, azt viszont meg neked köszönhetjük, mert ez is egy rang. Tehát a, léptünk előre, most már innen csak a megyei jogú város lehetnénk, de hát az nagyon messze van. Az ugye érd a megyei jogú város, és hát azért ott, ahhoz nagyon sok mindennek kell megfelelni. De én azt gondolom, hogy a mi elmúlt 32-33 éves munkásságunkban ez szerintem egy nagyon szép teljesítmény, ha dicsérhetjük magunkat. Van egy ilyen mondás, hogy sose feledkezz meg a magad dicséretéről, mert mások hajlamosak megfelejtkezni róla. Tehát ez ennek a szellemében e, került ide. Hát akkor hallgatom, hogy van-e ilyen élményed, a városhoz ilyen köthető élményed. Rengeteg. Egyet, Rengeteg. Egyet nem tudok mondani. Tehát, ha amikor az előbb beleszőttem a, a beszélgetésbe, hogy mi félszavakból is megértjük egymást annyi minden van, ami az embert ideköti e, gyához. Tehát ha te például azt mondod, hogy lidinéni akkor én azt mondom, hogy Ani néni. Ugye ezek Igen, voltak a mi osztályfőnök. Ha te azt mondod, hogy Rákóczi iskola, akkor én azt mondom, hogy Sojmári Béla. Igen. Ha azt mondod, hogy Kaszás Gödör, akkor nem tudom, sóderos vagy Igen. vagy a is vagy e, volt itt nekünk még homokbányánk, ami a helyén ma egyébként egy csodálatos parképülés. Hamarosan átadjátok. Tehát e, a, a, azt mondod, hogy gyáli mozi és a recsegős székek, akkor én azt mondom, hogy a nagypapám volt ott a büfés. Így van. Azt mondod, régi gyáli futballpálya, ahol ma a piactér van, ahol időnként a vasárnap délutáni meccsen emberek keresztbe gyalogoltak, mert ott volt... Addig a meccs? Igen, és addig állt a meccs, mert ott emberek keresztbe sétáltak a futballpálya, mentek dolgozni a... A vasútállomásra, és, és indultak munkába. Tehát számtalan régi szép emlékem is van. Ha az ember távolról érkezik a városba, és most már ugye a nullás autópályákról jön, akkor az első, amit távolról meglát, a gyáferi víztorony. Tehát ez, ez tényleg lett egy jelkép egy Most belemehetnék egyébként, hogy végre van egy szép közösségi házunk. Hogy a régi tanácsháza helyén egy egy tényleg európai színvonalú polgármesteri hivatalban. Hogy annyi év uszoda alapítványi várakozása után tanuszoda van gyálon, amit az állam maga tart fönn. Hogy olyan gyönyörű sportcsarnokunk van, ami tényleg európai színvonalú, ez mind-mind ez, ez, ez maga a fejlődés, meg tényleg egy innovatív kertváros lettünk, és... Ami még nagyon fontos, hogy annak idején, amikor mi a közösen a képviselőséget kezdtük meg itt az önkormányzati munkánkat, akkor mindig a mennyiségre kellett figyelnünk, hogy no, még mennyi csatorna épüljön, hogy minden utcában legyen, aszfaltozzuk le a zutakat, újabb óvoda kell, még újabb óvoda bővítés kell, iskolát kell építeni, iskolát kell bővíteni. Mindig csak szaladtunk a mennyiségi követelmények után, most ezt irigylem, ami most van, mert most már minőségre lehet figyelni. Ezek a csodálatos parkok. A, nekem olyan jó üzenetértéke van ezeknek a nevezük okos buszmegállóknak, ami mégis közvetít még azon túl valamit, hogy ez a, 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 a buszmegálló. Tehát végre van idő, energia, pénz a minőségi fejlesztésekre. Ezt tulajdonképpen irigylem, hogy ennek jó részeiben már nem lehetett részem, de mindig rokon szemmel figyelem ezeket a, a, fejleményeket, és hát gratulálok én neked ehhez a, a munkához, ehhez a városvezetéshez, és sok sikert kívánok. Most már az erőforrások olyanok, ami régen nem volt, hiszen már annyi logisztika, dipcsarnok, raktár, termelő üzem települt ide, amiből azért vannak helyi bevételek, amiből erre lehet költeni. Nézd, hát meglátom az adiskolát, ott dolgoztam 21 néhány évig. Szívemnek kedves. Ránézek a közösségi házra, látom a régi mozit is a nagypapámmal. Tehát ránézek a piac tére, látom azt a bizonyos régi futballpályát, ahol még nem tudom én, mezei sinya focizott, és Holó bácsi az apósa volt az edző. Régi gyáliak emlékeznek erre, a kaszásgödőre, és sok minden, amik helyén ma szép, park van, szép sportcsarnok van, üzletsor van, a minőség következett be gyár életében. Köszönöm beszélgető partneremnek, Páncé Károlynak. Köszönöm én is a lehetőséget.